Tahiban a nagy parkolóban gyűltek össze a népek, hogy részt vegyenek a téltemető tavaszváró farsangi felvonuláson. Béres Gabriella szervező bemutatta az idei rendezvény két főszereplőjét, Ihókot és Milókot. Majd a menet a legkülönbözőbb zajkeltő eszközökkel felszerelkezve, sípolva, dobolva, kerepelve, kiabálva a Tildi híd felé vette az irányt. A híd közepén megálltak a farsangolók, és a kiszebábokat lángok között a Dunába vetették, hogy az összes bút, bajt, bánatot és betegséget magukkal vigyék. Felvonulók ezután a Hősök terére mentek, ahol jelmez és fánkevő verseny vette kezdetét.